Nagyon sokat használom ezt a technológiát. Hiánymodellnek hívjuk. Hát a hiány gondolom mindenki számára ismert. Sokaknak hiányzik is egy csinosabb modell. Na de a kérdés az, hogyha hiányzik egy csinosabb modell, hogyan lesz? Ez már nem annyira egyszerű. Hogyan lesz a hiányból erény? Miért jó az, hogyha valami hiányzik neked, ráadásul úgy érsz, hogy megvan mindened, és kreálsz magadnak egy hiányt, hogy jobban éljél. Az emberek arra törekszenek, hogy bőség legyen, többlet legyen. És ez a bőség és a többlet, ez a fejlődést gátolja. Ott nem, ahol az ember direkt vágja maga alatt a fát, mássa maga alatt a árkot. Tehát kihívások elé áll. Akkor ott mindig van valamilyen fejlődés. Na nézzük, hogy is van ez. Kicsit hasonlít a vágyhoz, de nem teljesen az. A vágyra még emlékszünk? Persze. Ugye a vágy egy nulladimenziós struktúra, ami azt jelenti, hogy nem igazán fogalmazzuk meg, ahogy megfogalmazzuk, abban a pillanatban már lekötjük, már nem lesz vágy, inkább cél lesz, a kettő között lebeghet, azok általában ilyen álmodozós, feladat tologatós emberek lesznek, tehát nem is alakult ki a cél, nem is igazán vágynak, a kettő között nem annyira jó lenni, folyamatban ez rendben van, a vágyból elindulunk, és céllá változik a vágy, és utána a célból feladatok lesznek, a feladatok elvégezhetőek, elvégezzük, eredmény lesz. Az eredmény viszont nem fogja a vágyat kielégíteni, mert az eredmény az konkrétum, a vágy pedig egy atmoszféra. Nem fogalmazod meg igazából. A vágy leginkább a lélekkel érthető meg, mert amikor vágyunk, ezt összekötjük az érzésekkel, érzelmekkel, de a vágy struktúrája ugyanúgy megtalálható a tudatban, a cselekvésben, csak nehezen értelmezhető, hogy ez hogy néz ki. Nehezen fogjuk föl. Egyfajta lebegő állapot, tehát sehova nem kötődsz, nincs lent a lábad a talajon, de mégis biztonságban tudsz lenni. Anno a vágyat leginkább a szerelemhez kötöttük, hogy amikor szerelmes vagy, semmi nem számít, csak lebegsz, repülsz, még csak nem is repülsz, csak lebegsz, és erős vagy, jól érzed magad, nincs igazából semmire szükséged, és egy fontos dolog van a vágyban, a vágy annak ellenére, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a vágy valaminek a hiányából alakul ki, a vágy éppen, hogy valaminek a meglétét sugallja, ami le akar kötődni valamihez. Tehát valóban van valami hiány, de egy pozitív dologhoz van kötve. Az az ember, aki vágyik egy párkapcsolatra, és neki nincs, és nem sikerül, ő nem vágyik rá, ő pánikban van, és akarja. Az neki egy cél. Az, akinek sikerül, és mindig van, és emellett vágyik valamire, amit nem nevez meg párkapcsolatnak, amikor meg egy párkapcsolatban talál valakit, és boldogan élnek, akkor utána rájön, hogy teljesült a vágya, akkor ő vágyott. A vágy teljesülése tehát nem előre látható, hogy teljesülni fog, hanem utólag megérthető, hogy teljesült a vágy. Utólag fogalmazzuk meg a vágyat, ami teljesült. Ez sem könnyű. Ezt egy kicsit el kell torzítsuk ahhoz, hogy a hiánymodellt megértsük. Ebbe az egészben
a hiánymodellhez belerakunk egy pici célzatosságot. Egy kis konkrétumot. És egy ilyen felemás helyzet lesz, miközben van egy célunk, így a tudatunk elvégzi ezt a feladatot, és a tudatunk konkrétizál, és közben a lelkünk pedig vágyakozik, és nem fogalmaz meg. Tehát van egy érzés, hogy vágyom valamire, és van egy gondolat, hogy az már teljesült. Ez lesz a hiánymodell. Tehát egyértelmű, hogy nincs az a valami, viszont úgy fogjuk föl, hogy van. És miközben felfogjuk, hogy van, szabadon vágyunk rá, hogy legyen. Egy kicsit olyan, mintha ellentmondásos lenne, de nem az. Mert a hármas mátrixot differenciáljuk, és mást idéglenesen, máson dolgozik, és másképp dolgozik a tudat, máson a lélek, és máson a test, és ennek a hármasnak, ha sikerül ezt szinkronizálnia, ezt a három különböző világot, akkor létrejön a hiánymodell, és létrejön az eredmény. Nézzük meg gyakorlatban, hogy hogy néz ki. Tehát van egy konkrét gyakorlat, ez egy módosított expert operátor gyakorlat, tehát nem az alap gyakorlat, hanem az alap gyakorlatból kiindulva lesz egy módosítás, és ez egy külön gyakorlatként, egy külön technológiaként fogható föl. Tehát nézzük meg a mágikus ilyen gyakorlat, hogy néz ki. Ebből sokkal jobban megérthető az, amiről beszélek. Kérek szépen három embert. Kell egy expert és két operátor. Ez az. Oké, ki lehet nyitni a szemet. Szuper, ugye? Ugye nem úgy van, hogy ilyen Salzberg kb. Odaér, hanem így centire pontosan ott van. Attól függ, hogy mit találtok el. Köszönjük. Nagyon fontos a reális cselekvés. Tehát érthető az, hogy ha valamink nincs, akkor nem arra kell gondolni, hogy nincs, hanem meg kell érteni, hogy van. Attól függetlenül, hogy nincs. Úgy kell cselekedni, mintha lenne. Mert nem azt kell megerősíteni, hogy Úristen, nincs, hanem elgondolkozni azon, hogy mi lenne, ha lenne, akkor úgy viselkedni, mintha lenne, és akkor már is nem érzed a hiányát, hogy nincs. Most nyilván olyan dolgokról van szó, ami erre elképzelhető. Tehát a vágyak szintjén. Ha nagyon konkrétumok vannak, azon is működik, sokkal nehezebb, de azt is be lehet vonzani az életben. Tehát ez az életben egy igen, csak jól működő modell. A leglehetetlenebb dolgot meg lehet kreálni, és valóságban a tiéd lehet. De ahhoz élned kell azt, az életet, mintha már lenne. Itt a célok, ha a célokból indulunk ki, akkor ezekből nagyon nagy félreértések lehetnek, és nem biztos, hogy fog sikerülni, nem biztos, hogy összejön. Ha vágyakból, akkor már igen. Még egyszer, hogy megerősítsem, mert itt áll vagy bukik az egész.
Mondjatok egy példát, amin érthetően elmagyarázom, kinek van valamire szüksége. Én arra vágyom, hogy az életfeladatomat csináljam. Hogy reggel úgy keljek fel, hogy lelkes vagyok, hogy tele vagyok szenvedéllyel. Oké. Ez egyszerű. Menjek ki? Hát igen. Mert hogy megfogalmazni ezt nem lehet. Az ember csak a felesleges dolgokról beszélget, amik nem biztos, hogy nem fontosak, csak feleslegesek. Minden nem felesleges dolgot nem lehet megfogalmazni. Csak elő lehet adni, és ahhoz kell művészet. Na, ezen múlik az, hogy te az életfeladatodat tudjad csinálni. Ugye, ha az életfeladatodhoz kapcsolódik bármilyen gondolat, hogy az mi lehet, akkor már bajban vagy, akkor ez már nem vágy lesz. Akkor ez egy gondolat. Ha neked mindegy az, hogy mi, csak az életfeladatod legyen, és ebben nem fogsz hozni döntéseket a jövőben, akkor ez teljesíthető. Az emberek elszúrják ott, hogy igen, igen, hagyom szabadon hagyni, jönni a dolgokat, majd jön valami, aztán arra rákattannak, és azt mondják, hogy na, ez az életfeladatom. És mindig azt mondom, hogy nem, ez nem az életfeladatod, ez egy adódott lehetőség az életfeladatod felé vezető úton, amire most egy döntés hoztál, ezzel leakadtál, és nem fogsz tudni tovább menni. Tehát, ha az életfeladatodat keresed, akkor az egy olyan folyamat, amit elindítasz, és soha nem állsz meg. Nincs benne döntés, csak haladsz. Ami most a feladatod, és a hiánymodellre térjünk vissza, vagyis pontosítsuk, hogy neked úgy kell itt mozognod, hogy ne legyél elégtelen. Te legyél boldog. Csinálj erősen valamit. Két dolog derülhet ki. Az egyik, hogy ahogy csinálod, megérti-e a külvilág, hogy neked valamid nincs, és ők meg tudják adni. Tehát hiányod van valamiből. De nem azért, mert te hiányként éled meg, te nem éled meg hiányként. Te csak éled teljesen a jelenlegi életedet, és egyértelművé válik, hogy hiányzik valami. Képzelj egy gyereket, ami tehetséges. És azért mondom, hogy gyerek, hogy még tegyük föl, nem sérült semmiben, ő csak egyszerűen játszik és él. És ahogy játszik, mindegy, mi van körülötte, mindenből zenét csinál. És élvezi. És a környezet élvezi, ahogy a zenét csinálja. Mert valóban nem egy gyerek szintjén csinálja, hanem mint egy zenész olyan szinten. És a környezet azt látja, hogy atya ég, mi lenne, ha még hangszere is lenne? Értitek a pozitív hiányt? Hogy semmi nem hiányzik neki, mert ő zenél hangszer nélkül is, de hozzárakunk egy hangszert, és akkor ő azonnal az olyat tesz, amit más 10 évig tanul. Elkezd rajta játszani, semmilyen hiányát nem érzi annak, hogy milyen hangszert kapott, ha hamisan szól, behangolja, ha nem márkás, leszarja, szól, kielégítő, élvezi mindenki, meghallja valaki, akinek nagyobb tudása van, mint annak a gyereknek, egyelőre, és azt mondja, hogy nem hangszer kell ennek a gyereknek, hanem iskola. És nem az az iskola, ahova járnak azok, akik ezt nem tudják megcsinálni, hanem az az iskola kell, az a konkrét ember kell, aki ennek az embernek meg tudja adni, amikkel tovább tud lépni, meghagyja a szabadságát, meghagyja a művészi szabadságát, a gondolkodását, mindent, és egy más irányba speciálisan, és elviszi oda, és tanítja. És ez az ember ki tud teljesen, és soha semmilyen hiányt nem ért meg. És nem azért, mert mindene megvolt, hanem soha nem volt semmije. És mégis
haladt, és egyszer csak akár megveheti a legdrágább zongorát, a legdrágább hegedűt, a legdrágább fellépő helyszínre bérelhet magának helyet, és elő tud adni, és teltházat tud csinálni. Minden megtehet, de ő csak zenél. És amikor már így zenél, neki mindegy, hogy hol zenél. Kiáll az utcára, zenél, arra megy valaki, és azt mondja, hogy nem 200 embernek kell hallani téged, hanem 10 000-nek. És akkor egy menedzser odaáll, hogy most már nem tanulnia kell ennek az embernek, hanem ezt kell csinálnia. És mi történik? Egyszer csak elkészül ez az ember 40-50 éves korára. És hozzátesz valamit az emberiség kultúrájához. Tehát a civilizációnak a kultúrájához tesz hozzá. Nem az a lényeg benne, hogy ő szórakoztatta zenét az embereknek. Beteljesedett az ő útja, az ő vágya. És mindig kapott hozzá eszközt, tanárt, menedzsert, feleséget, gyereket, emberi életet. Érted? A feladat itt az, hogy te úgy élj itt, hogy itt megfogalmazódjon, hogy mit rakunk oda be. És azt be kell rakni innen, be kell menjen az az ember, és hozzátesz. Vagy azért, mert alólat hiányzik, vagy azért, mert fölüllet hiányzik. Vagy mellőlet hiányzik. Itt úgy kell figyelni. Neked meg itt úgy kell dolgozni, hogy ez így történjen meg. Ez a Matrix kategóriában, Matrix gyakorlatban a hiánymodell, ez így néz ki. Ez már egy az egybe adaptálható a saját életünkbe. A hiánymodell gyakorlat, a mágikus hiány gyakorlat is adaptálható, de azért az csak egy gyakorlat, egy tréning, hogy ezt tréningezzük, ezt a képességet, és ezt a képességet meg itt fel tudjuk használni. Tehát délután a mágikus hiányt fogjuk alkalmazni. Most meg itt ezt. Na, lássuk. Ezen dolgozni kell. Mert pár év múlva elköveted a hibát. Valami szembe jön és leragadok? Bizonyám. Ettől függetlenül, hogy elmondom, elfogja. Tehát nem azt mondtam, hogy vigyázz, hogy ez is ez lesz, hanem az, hogy dolgozni kell rajta. Nagyon fontos. Mert természetesen követed el. Ami azt jelenti, hogy semmi baj nincs azzal, hogy elköveted. Csak nem kapod meg az eredményt. Tök jól el lehet indítani. Ott van, érezhető, fogható. És egy hozzá nem tartozó dolog leköthet. Semmi konkrétat ebben nem kell megjegyezni, csak arra, hogy dolgozni kell. Csak az arra kell emlékezni. Dolgozni, 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 és egyszer csak eltűnik ez. Na, hiánymodell gyakoroljuk. Kint össze lesz állítva délután egy gyakorlásra egy folyamat.